Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Liszt Ferenc díjas zenész. Napjaink világszerte legismertebb magyar prímása. Vendégünk Pál István Szalonna. Szia, szeretettel köszöntünk. Sziasztok. Mi mással is kezdhetném ezt a beszélgetést, mint Kárpátaljával, Viskel, a szüleiddel. És bevallom neked, hogy édesapád nekem nagy szerelmem. Persze félreértés ne essék, én vagyok az ő nagy rajongója. Én hamarabb ismertem a szüleidet, mint téged, és reggelig tudtam volna hallgatni, ahogy a muzsikál, a humorral, ahogyan ez meg van fűszerezve. Mi az, amit te Kárpátaljáról hoztál a szüleidtől? Az a csomag? Hű, hát rövid lesz ez a műsor, hogy most ennek nekiláljak. Beszélni, de egyébként azt tudni kell, nem félreértettem, de apu veled ugyanígy van, és ezt anyunak is gyakran elmondja. De tényleg, tényleg régi a kapcsolat, és hát figyelj, én azt hiszem, hogy azt hoztam a világszemléletet, és a magát azt a fajta tartást, amivel mi vagyunk. Meg azt a gondolatot, hogy mit is akarunk az életben, mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk továbbadni abból, ami akár Kárpátaljának, akár a határon túli magyar létnek maga a alappillére. Tehát mi már zeneiskolában, amikor kezdtük a népzenét, és nem csak a... Mert nekünk a család meg a zeneiskola, ez nagyjából ugyanaz, mert amikor nem volt fűtés a zeneiskolában, akkor 100 gyerek nálunk próbált otthon a házba. Tehát, hogy nagyon nem lett külön a kettő, hogy mindegyikünk egy-egy oszlop, ami tartja a határon túli magyarságot, és úgy kell állnunk a kórusba két lábon, úgy kell csinálnunk a dolgainkat, ha elkezdjük, úgy fejezzük be, hogy mindegyikünk számít abban, amit csinál. És én valahogy ezt otthonról, Eszterrel együtt, a hugommal örököltük, és mi ugyanígy csináljuk. Tehát abban, hogy mi is tanítunk például ugyanúgy a népzenével. Az, hogy koncertezünk szerte a nagyvilágba, és nincs különbség, hogy tényleg valamilyen, nem tudom, milyen világhírű helyen játszanánk, vagy akár Erdő Szentgyörgyön a gyerekeknek. Tehát, hogy teljesen mindegy. Mi azt akarjuk megmutatni, hogy milyen értékes a kultúránk, és azt, hogy igenis büszkének kell lennünk arra, hogy ez a sajátunk. Uh-huh. Hát nagyjából ezt hoztuk otthon. De amúgy azt úgy tudjuk, hogy te focista szerettél volna lenni gyerekkorodban, ugye, úgyhogy zenész családban születtél. Mi lett ezzel az álommal? Tegnap előtti meccset látva az angolokkal, nem bántam volna, én is köztük focizok, de igen, tehát nekem az nagy álom volt a foci. Abba a faluba, ahol mi éldegéltünk, Péterfalván, mert ugye Biskem született a család Máramarosban, és Péterfalván nőttünk fel lényegében, ott annak idején a kolhoz, tehát a TS, az rendkívül erős volt, gazdag volt a szovjet időkben. És ott gyeplabda csapat, foci csapat, kosárlabda csapat, minden, tehát a sport nagyon-nagyon magas szinten volt, és én ott kezdtem focizni a sportiskolába. És akkor még lényegében az alkatom sokkal jobban hasonlított egy focistához, mint egy prímáshoz. És könnyen. Hát muszáj a hangszerhez idomulni. És akkor tényleg ez volt a szerelem. Tehát a foci, és reggeltől estig a pályán. Tehát aki szeret focizni, futballozni, annak az tényleg mindent jelent, és nekünk minden lehetőség megvolt arra. Kis közösség volt, jó barátságban voltunk, és reggeltől estig fociztunk. És aztán ugye átbillent ez a zene felé szépen lassan, de mai napig például, hát nem is olyan régen, pár éve fordult elő, hogy nem tudom, valahol Brazíliában, vagy valahol koncerteztünk, és a színpad az a homokos tengerpart, vagy óceánpart mellett volt, és fociztak. Én levetettem magamra zöldtönyt, és irány focizni. Tehát, hogy ugyanaz megmaradt bennem. 8. osztályos korodban elkerültél otthonról, távol a szüleitől, és ott nem érezted jól magad. Sírtál, hogy haza akarsz jönni? Igen, ez az elején tényleg így volt. Na de egy olyan ember, aki csak a családi közösségben éldegél, soha egy hetet se volt távol, azt 8. osztályban útra teszik, és lényegében egy ilyen bentlakásiskolában ott maradtam egyedül, egy lényegében akkor másik országban, tehát akkor még nem fogod fel, hogy anyaország, meg Kárpátalja, meg nem tudom mi, hanem ott maradsz egyedül vadidegen emberekkel, és más oktatási rendszer, tehát egy csomó tantárgyat nem tanultam rendesen magyarul, tehát hogy, és akkor ott álltam, és akkor anyuék megjöttek egy hét múlva, és futottam a kocsi után, hogy vigyenek haza, és akkor volt, hogy apu kiszállt a kocsiba, azt mondta, fiam, tanulj meg egy valamit, hogy mi, ha elkezdünk valamit, az be is fejezzük. Ha befejezted, mondhatod azt, hogy akarsz más irányba menni, de ameddig nem csináltad meg, addig nincs visszaút, és akkor évekkel később tudtam meg, hogy én sírdva futottam a zsiguli után, anyu meg sírt a kocsiba közbe. Tehát, hogy mind a két szituáció azt hiszem fontos volt, de,
De adott ez is megint csak egy olyan fajta tartás, hogy nem adja fel az ember azt, amit csinál. Uh-huh. És amúgy ennél a kornál maradva, vagy korszaknál maradva, mi volt a legnagyobb csíntevés amúgy, amit akkor tettél? Erre kíváncsi vagyok. Vagy lehet több is, hogy több volt. Az a focihoz kötődik általában, uh-huh. mert ugye a falusi világban a tanító az mindig egy ilyen köztiszteletben levő valaki, tehát hogyha kilépsz az utcára, akkor mit mondanak majd, hogy a tanító gyerekei, nem tudom, hogy... És apuék, amikor hétvégén elmentek fellépni a Tisza együttesre Péterfalván, és ugye nekünk otthon kellett lenni Eszterrel, Eszter volt akkor, mit tudom én, 3 éves vagy, akkor én kilógtam vele az ablakon keresztül a foci meccsre. És tiszta csapzottan, koszosan álltunk a pályamet, és vártam, hogy labdát visszadobhassam a pályára, és akkor anyuék megérkeztek, na ebből aztán millió ilyen variáció, hogy hogyan lehet elszökni focizni, lényegében ez volt a legfőbb. A primásság felé Múzsa Gyula vezetett téged. Mi az, amit Gyulától tanultál a zenélésen kívül? Hát ott a legtöbb minden zenélésen kívül tanultam, mert nála ez még úgy nézett ki igazából, mint amikor régen akár Szabónak, Schusternek, vagy bármilyen szakmát tanult az ember a mesterétől, és még ilyen inas mester találkozás, egész nap dolgoznom kellett a ház körül, tehát hogy vizet hordani, kapálni, nem tudom mit, és akkor este az öreg mindig leültetett, és megtanított egy nótát. Valamilyen tematikához kötődő, hogy keresztelő, nem tudom, lakodalmi menettánc, és elmondta mindig azt, hogy hogyan érkez meg egy lakodalomba, hogyan viselkedj a vendégekkel, miért fontos az, hogy mi szolgálni megyünk oda, nem jól érezni magunkat. Mikor így áll például? Tehát, hogy az, hogy a lagziban van egy menetrend, hogy na, akkor így áll meg egy pálinkát, mert az téged is egy kicsit feldob, de nem az, hogy egész este végig mulatozod, mert nem neked kell mulatni, hanem a vendégnek kell mulatni. Tehát olyan fajta élettapasztalatokat adott, ami ugye náluk ez családról családra szállt, és egy bárhol, egy városi közösségbe, vagy egy faluba is, a zenész az mindig egy megbecsült tagja volt a cigányzenész a közösségnek, ha úgy viselkedett. Uh-huh. És az öreg ezt próbálta nekem átadni, azok mellett a szatmári csárdások mellett. Édesapád mesélte, hogy ott hagyott, hogy tanulj zenét, megérkezett, ő ezért fizetett, nem tudom, cukorban, búzában, vízben. És ti ültetek a fa alatt, és kávézgattunk. Igen, hallgattátok a természet, és azt mondta Múzsa Gyula, hogy ez nagyon fontos. Fontos, mert apunak azt mondta, hogy állítgatjuk a lelket. És apu azt mondja, nem tudom, hogy a sajátotokat, vagy a hegedű lelkét, vagy azt én megfizetem, miközben itt kávézgattok. Na de tényleg az, hogy maga a filozófiáját próbált az egésznek átadni, ezért a maga egyszerű módján, de mind a mai napig eszembe jutnak ezek a dolgok, amiket átadott. Igen, és hát ugye kalandos úton úgy, hogy talán még a portás sem akart beengedni, és nagyon sokáig... A biztonsági őr. És hogy nagyon sokáig ugye ingyen bérmentve játszottál, bekerültél a Magyar Állami Népi Együtteshez, és hogy nem csak bekerültél, hanem művészeti vezetője is lettél. Na most akkor kérdés, hogy még hiányzott valami az életedből, hogy ugye még megalapítottad közben a Szalonna és a Bandáját is? Ugye a kettő az párhuzamosan ment lényegében, mert mi... Otthon nagyjából 4 éves korunk óta bárki bejött hozzánk vendégségbe, fiam, vegyed a hegedűt, apu a harmonikát, ezt a réneket, és teljesen mindegy, hogy ha 5 percet ült ott, vagy egy napra jött, akkor mi mindig muzsikáltunk annak, mert hogy kedveskedünk, és ez szívesen látjuk a vendéget. És ez valahogy belénk kivódott. Tehát nekem nem fájdalom a muzsikát, vagy a hegedűt felvenni soha. És ott jöttem rá arra, hogy apunak a pedagógiája működik, mert azért az elején nincs kedved este, 11-kor bejön egy vendég hozzád, hogy na fiam, hegedűj egyet, tehát van ilyen korszaka egy gyereknek. Igen. És aztán egyszer jött hozzánk egy vendég, és akkor apuik nem voltak otthon, tudtam, hogy 1/2 óra múlva jönnek, mondom, nyugodtan üljenek le, ígyenek egy kávét, addig mi Eszterrel muzsikálunk egyet. És már automatikusan működött az, amit tanítottak. Az államiban meg ugye az volt, hogy valóban én egy évig ingyen muzsikáltam az együttesben, mert hogy nem volt hely. És akkor mondtam az igazgatónak, Serfőző Sándornak, hogy én egy évig itt muzsikálok, egy év után mondják azt, hogy adhat, nem maradhat. És akkor volt egy turnénk Japánba, és akkor aztán én megyek ki hegedülni egyedül, és azt végigjátszottam egy év után, és akkor így maradhattam. És tényleg azóta már nagyjából minden voltam a Hagyományok Háza zenekarát tekintetében, mert karhegedűs, terces, szólamvezető, primás, zenekarvezető, most művészeti igazgató, 1/2 éve főigazgató helyettes, tehát már tényleg már mindenfélét csináltam, de
ragad rám a munka alapjába véve, tehát hogy mindig jön valami feladat, és én ezt csinálgatom. Nagyon jól csinálod, nem unatkozol akkor. Na. A szalonna és bandájával bejártátok a félvilágot. Szerinted hol ismerik a legjobban a magyar népzenét? Vagy hol szeretik a legjobban? Aki a valódi tartalmával találkozik, az pont ugyanúgy szereti, teljesen mindegy, hogy Buenos Airesbe, vagy tényleg Szandaszőlősön. Az az érdekesség a dolgok, tehát amik számomra olyan hatalmas élmények voltak, hogy és tényleg például Buenos Aires, vagy Argentina, olyan magyar közösségek vannak, hogy például elmentünk egy erdőbe, ott volt 150 magyar, azok úgy énekeltek és táncoltak, mintha nálunk Fiskán lettünk volna egy lakodalomba. És minden dalt ismertek is. Tehát ezek a családok még nagyjából Horthy után mentek ki, tehát hogy ők még egy nagyon kemény, veretes világban nőttek fel, és a cserkészet, a néptánc, népzene az egy nagyon erős tartó pillér. Na de tényleg elmegyünk, mit tudom én, Szamoskérre, a Böllér Fesztiválra, hát ott is. Hát megvadulnak az emberek még a csárdásnak az erejét, és tudnak még mulatni. És addig azért nincs veszendőbe ez a dolog. Vagy otthon most. Hát ugye tudjuk, hogy milyen a helyzet, és az ember átéli azt, ami zajlik egész Ukrajnában, vagy kárpátaljai magyarság szempontjából. Na de hát az elmúlt években 7 új zenekar lett Kárpátalján, akik nagyjából Ungvártól Rahóig táncházakat muzsikálnak, vannak új táncegyüttesek, olyan gyerekcsoportjaink vannak, hogy én garantálom, hogy az elmúlt 10 évben a néptáncmozgalom a teljes Kárpát-medencében nem fejlődött annyit, mint Kárpátalján. Mert nyilván Erdélybe is, vagy Felvidéken is, ahol nagyobb a közösség, ez egy hosszú folyamatra tekint vissza is, nagyon, nagyon jó minőségben a hivatásosok is, és a civil világban is. De nálunk ez az elmúlt 10 évben mint így kezdett el szárnyalni, és hát ezért is aggódunk, mert azért csak szükség van Kárpátaljára és a kárpátaljai magyarságra is a saját szülőföldjén. De én úgy látom, hogy azért, ha már 1000 esztendő óta úgy megtelepettünk ott, akkor csak valahogy túléljük ezeket a dolgokat, és aztán visszahúzódunk egy ideig, meg mindenki keresi a menedéket. Nagy túlélők vagyunk. Na. Utazásai során, amúgy biztos, hogy rengeteg alatban volt részed. Ki tudnál emelni esetleg egyet? Nem tudom, egyet, kettőt, amire úgy nagyon emlékszel. Hát például én nagyon szeretem a Jeremy Irons-t, a Mr. Bean-t. És ezekkel az emberekkel találkoztam személyesen. Tehát amikor a Jeremy Irons bekopogtat a szobánkba a St. James palotában, amikor először voltunk az angol királyi családban, és azt mondja, nincs véletlenül egy szendvicsetek, mert az én öltözőmben nincs. Hát mondom, hogy jöjjön be. Bejön, de csináltunk egy csomó képet együtt. Azt mondja, elkérhetem a hegedűt. Hát mondom, persze. Felveszi a hegedűmet, és úgy megfogta, jó, mondom, lehet, hogy nekünk pakolni kell, nem kell itt nekünk hegedülgetni már, mondom, lehet, hogy tud hegedülni. Mondom, tud hegedülni? Azt mondja, hogy egy hangot se tud, csak egy filmben játszott, és a Zicák Perlman hegedült hátul, de ő megtanult, hogy kell fogni. Hát mondom, jó, van, akkor csak egy képet csináljuk. De a Mr. Bean is, tehát ő is, mikor megérkezett, azt hiszem, hogy a 60. születésnapja volt a Károly Hercegnek, az 13 éve volt körülbelül. Tehát az a forma, hogy megjött, ahogy a pezsgőt elvett, tehát ugye ezt filmekben az ember élvezi magát. Igen. A játékát. Tehát ugye ez is egy óriási élmény. De mondom, tehát ez az Uruguay is, vagy Indiában, ott is többször játszottunk, vagy Ausztráliában elvittek minket Sydneybe egy ilyen óriási nagy kaszinóba. Ott volt egy ilyen fogadás. És hát ugye, hát nagyjából a tányér nagy méretű volt, de az ételek nagyon kicsik voltak rajta, és úgy látom, hogy a tányér növekedésével az ételek kezdenek összébb menni, a fine dining egyik alapvetése, remélem nem ostoroznak meg a nagy szakácsmesterek, és én vittem magammal kolbászt meg szalonnát, mert tényleg által én vittem. Na de azt nem tudtam, hogy Ausztráliába ilyen 5-6 ezer dollár a büntetés a repülőtéren, hogyha azt megtalálják nálad. Hát ugye az ember automatikusan mindig XXX ezen a deklaráción, mikor mész befelé. Mégsem hideg fegyver. És akkor hát eszegettünk, és ott láttam, hogy akár a nagykövetség részéről, meg a barátaim, meg akik ott vagyunk, mind éhesen ott a kaszinóba sétálgat, úri emberek vagyunk. Mondom az egyik krupiének, hogy azon az asztalon, mondom, nem játszanak, én kirakhatnék, vágnék is, tovább, így néz rám a fickó, azt mondja, hát itt nem nagyon szoktak. Hát mondom, higgy el, hogy jártam már elegáns helyen, nem azért mondom, hogy most disznótort akarok csinálni a kaszinóból. Azt mondja, nyugodtan.
Na hát olyan mulatság lett. Én elővettem egy üveg pálinkát, szalonna, kolbász, hagyma, kenyér, ott hát nyilván nem a főasztalnál, hanem oldalt egynél, ott jöttek a krupiék is, meg mindenki kóstolgatta. Tehát, hogy ezek olyan jó emlékek lesznek, mert tényleg az egész egy ilyen vicces hangulatban zajlik, de én hiszem azt egyébként, hogy ha természetesen te az vagy, aki vagy, és teljesen mindegy, hogy hol jársz, akkor működik ez a dolog, és otthonról is ezeket a dolgokat hoztuk. Tehát, tehát aput is, aki tényleg ismeri, és most például sajnos az másfél hete sztrókot kapott, és most már kezd hál' Istennek jobbak lenni, na de két nappal előtte még a Szűcs Nelijéknél úgy harmonikázott órákon keresztül, hogy... Az előtt nap. Hát még az reggelig énekeltünk, és ott énekeltetek, tehát hogy nekünk ez azért kódolva van attól függetlenül, hogy lehet, hogy most fáj a fejem, vagy nem tudom mi, hogy mi szórakoztassuk az embereket, mi próbáljunk mindenkit énekeltetni, hogy érezze azt, hogy azért tényleg közösség, jó együtt lenni. Tehát ezeket a dolgok azért hozzuk. Zenei téren nem tudom, hogy kívánhatnál-e még valamit magadnak. De hogyha Pál István szalonna, te szeretnél valamit kívánni, akkor az mi lenne? Hogy nőjön be a fejem lágya, és legyen egy rendes családom, és néha a sok-sok muzsikális utazás mellett arra koncentráljak inkább. Tehát ez lenne az, amire. Te feleséged Cébeibe állt a zongora művész. Volt. Tehát pont ezért, mert Beával mi ugye nagyon jó viszonyban vagyunk mind a mai napig, de ő is azt mondta nekem, hogy Pisti, én mindent értek, én szeretlek téged, de hát az elmúlt 5 évben nem jártál itthon. Tehát lényegében 300 napot úton vagy, 60-at meg hullafáradtan fekszel, mert nem bírsz, tehát hogy pont buszoztál, meg nem tudom mi. Tehát az tény, hogy mi felvállaltuk, és tényleg teljes erőből csináljuk ezt az egészet, és nem időt kimélve, de család nélkül nem megy. Tehát hosszú távon csak akkor tudja ezt az ember csinálni, ha van mögötte egy pár család gyerekek is. Azért nekem erre azért időben oda kell lassan koncentrálni. Hát akkor kívánjuk, hogy nőjön be a fejed lágya. Igaz, de azért a népzenét se hagyjátok, és folytassátok természetesen, hiszen nagy követei vagytok, és ezt jó kedvel és erővel, kitartással csináljátok. És azért valahogy vigyétek el a legtöbb helyre, ahová csak tudjátok. Ahogy csak bírjuk. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.